A Tokaji Bornapok keretén belül konferenciát tartottak június 5-én délután Tokajban. Posta György polgármester beszédében üdvözölte az eseményen résztvevőket, valamint hozzátette, hogy a pandémiás időszak után végre újra összetudott gyűlni a Tokaj-hegyaljai települések 27 polgármestere. Kondzs Zsófia, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy mennyire fontos a térségünk fejlesztése. Folyamatosan végzik a 37-es főút négy sávosítási munkálatait, úgy tervezik, hogy Szüretre elkészül a tarcali körforgalom is, ezzel is egy lépést előre haladva a fejlődésben. Most rengeteg fejlesztési lehetőség érkezik a térségbe, és úgy gondoltuk, hogy a térség polgármestereivel közösen 27 településről beszélünk, meg kellene ezt vitatni. Nyilván ez egy csoda ez a hely, és mind az intellektuális fejlesztéssel kapcsolatban hallhattunk előadást, mint az infrastruktúrális és egyéb turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatban. Kormány megbízott úr itt volt, két kormánybiztos úr itt volt, aki a térséggel foglalkozik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos esemény volt, és a képviselőtársammal együtt Hörcsik Rihárddal itt lehettünk ezen, úgyhogy nagyon bízunk a közös együttműködésben, és abban, hogy még több fejlesztést tudunk az időben elérni. Váberer György a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztosa előadásában elmondta, hogy Tokaj hegyaljára az elkövetkezendő pár évben 150 milliárd forintos beruházás érkezik. Ezek közé a fejlesztések közé tartozik majd a Kassa-Tokaj közötti kerékpárút megépítése, több zöld terület kialakítása, a Kopasz hegyre panoráma kilátó építése, amit majd libegő használatával tudnak megnézni az érdeklődők. Hozzátette, hogy Sárospatakon augusztus 1-én megalakul a Tokaj Hegyalja Egyetem, aminek a célja az, hogy a megyében vagy a környező megyékben élő fiatalok ne menjenek el a térségből vagy hazánkból a továbbtanulás miatt. Sárospatakon és Sátoralja Újhelyben is szállodákat építenek majd, ezzel és fellendítve a turizmust megyénkben. Ezzel szeretnék elérni, hogy Budapest és a balatoni térség után Tokaj hegyalja legyen a harmadik fő desztináció Magyarországon. Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye a második legnagyobb megye hazánkban, amihez 16 járás tartozik. Nagy a munkanélküliség, a szakemberhiány, és ezekkel a fejlesztésekkel szeretnék ezt kiküszöbölni. A beszédek után Kondzs Zsófia megkoronázta Veres Lucát, hiszen ő lett az idei évben a bor királynő. Az esemény lezárásaképpen pedig átadták a polgármesterek borát a borvidék 27 polgármesterének, ezzel is megőrizve a hagyományt. Évről évre egy találkozót a polgármester kollégákkal, egy hagyományt, hogy minden éven tavasszal fakad a szőlő, aztán nagyon sokat alszik kint a hegyen, és verítéges munkával az emberek előállítják ezt a bort. A legfontosabb az, amiről ma az előadások szóltak. Megélhetés a boron keresztül, megélhetés a turizmuson keresztül, az itt élő embereknek egy identitás tudat, hogy tartozunk valahova. Ez egy büszkeség a 27 Tokaj-hegyaljai településhez tartozni, amelyet talán a világ minden részén ismernek, de a világ minden részén élő magyarok biztos, hogy ismernek, hogy mi az, hogy Tokaj, de itt hallottuk, hogy Magyarország valamikor a négy bor világhatalom része volt, és talán egy kicsit próbálunk ehhez felzárkózni, jelentős állami segítséggel, támogatással a turizmus nélén és másnak is megmutatni. A bornak a sorsa az a vitrínbe kerül, szerencsére a polgármesteri hivatalba. Ez úgy működik, hogy minden hivatal igényelhet ebből a borból, és természetesen a távolról jött vendégeinket ezzel a polgármesterek borával szoktuk megvendégelni, ami egy jó úmen, én úgy gondolom a térségnek. Szeretnének egy olyan vonzó vidéki képet létrehozni, ahová mindenki szívesen jönne el, megkóstolva a világszinten híres különböző tokai borokat és a történelem egy-egy kiemelt helyszínére is el tudnak látogatni az ideérkezők.